Módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon augusztus 30-ától október 30-áig. Üllő és Monor között a vonal felújítási munkálatainak folytatása miatt. Egyes vonatok csak Monorig vagy Ceglédig járnak majd, néhány Intercity pedig Kőbánya alsó és Monor megálló helyeken is megáll. A részletes menetrendekről a jegypénztáraknál, az ügyfélszolgálatokon, illetve a MÁV csoport honlapján tájékozódhatnak. Európa-bajnokságon vettek részt a CVS-e ifjú cselgáncsozói. A 15 fős magyar válogatott soraiban két ceglédi fiatal harcolta ki a kontinens tornán való indulás jogát. Végluca első évesként vehetett részt a rangos megmérettetésen, derekasan küzdött, de a teljesítménye az éremszerzéshez most még nem volt elég. Szerecki Szabina első kiemeltként utazott a versenyre, kissé túlizgulta a viadalt, ezért az elődöntőben sajnos vereséget szenvedett, de a bronz mérkőzésen javítva megszerezte az EB medált, számolt be róla Facebook oldalán a CVS a judó szakosztálya. Négy ország ifjúsági atlétái mérték össze teljesítményüket a Brünóban rendezett válogatott viadalon. A versenyen a házigazda cseheken kívül a szlovákok, a lengyelek és a magyarok vettek részt. A kiváló ceglédi atléta Keszthelyi Luca magasugrásban indult, amit 178 cm-es ugrással, rontott ugrás nélkül megnyert. A magyar csapat pontversenyben a harmadik lett a lengyel és a cseh csapat mögött.